Budapesti Operettszínház művésze a Kossuth Díjas Oswald Marika is színpadra lépett a Szépasszonyvölgyi Márai látogatóközpontban. Én sem vagyok annak a híva, hogy a múlt századi stílusban játsszuk az operettet, meghagyva azokat a hagyományokat, ami az operettet élteti természetesen, de egy kicsit maivá téve, de ez nagyon sokban múlik egyébként a szereplőkön. És mivel a szereplők mindig megújulnak, és fiatalok, mert ugye az operett az a fiatalok műfaja, ezért mindig egy kicsit korszerű marad. A nézők bizonyították, hogy ismerik a dalokat, a művészek a színpadot elhagyva a közönséggel együtt énekeltek. Elhangzott többek között a Cintányéros Cudarvilág, a Jöjjön ki Óbudára, a Dzsigoló Dzsigoló című szám, de a közönség hallhatott részleteket a Csárdás királynőből és a Cigány szerelem című operettekből is. A zenés táncos műsorban Kollár Erik 4 hölgyet választott ki a közönségből, akiknek betanított egy koreográfiát. Legközelebb augusztus 13-án az Open Air című programra és habpartira várják a Máraiban a Szépasszonyvölgybe látogatókat. Augusztus 19-én pedig újra EGRI zenekarok lépnek színpadra a második EFESZ-en.